Én elégedett voltam a bejelentésekkel, az a helyzet, hogy már egy Marvel játék bejelentésével is elégedett lettem volna. Hát az a helyzet, hogy ez a PS Showcase, ez brutális volt. Brutális volt. Ja, lesz ma a Bloodhound is, igen. Szóval így indul el a játékunk. Direkt lefele megyek, hát ha nem lesz a felbontásom. Így van. Nincsen magyar nyelv a játékban, szóval, hogy... Ez megint egy nagy mínusz. Na, itt vannak a kockaszámok is a bal felső sarokban, hogyha valakit ez érdekel, nem DirectX 12-es a játék. Ennyi az összes beállítás, amit tudnotok kell, hogy ez egy túlélős dimóka. Kolónia, szimulátor, nem tudom, így a Steam így első blikre az Onihoz hasonlította. Aztán tudjátok, hogy a Steam az tegek alapján mennyire tud hasonlítani. Megnézzük. Megnézzük, srácok. Mert a Survival, a szkenárió az a doboknak van. Hol az egerem? Jó, itt van. Vegyünk egy kicsit lejjebb a hangból. Nálam most mennyit teszik a Chrome? Ha már így mutattam az előbb véletlenül, akkor megnézem nektek, hogy mennyit teszik a Chrome. Azt mondja Chrome. Van a Chrome-nak ilyen speckó izéje, hogy... hát a fene se tudja, hogy hol kell keresni, de meg lehet nézni, hogy... Feladatkezel. Shift Ask. És akkor kírja, hogy mennyit fogyaszt. Sokat. Sokat amúgy. Iszonyatosan sokat. Hát a Windows-os feladatkezelő azt mondja, hogy 2 gigát, de hogyha én itt a Shift Esc-et megnyomom a Chrome-ba, hát ez nem 2 giga. Ez nem 2 giga. Ez van vagy 3. Bizony. Ennyit abnál 3 gigát eszik, de ez azért van, mert... nincs mindegyik tab betöltve, tehát hogyha rámennék a tabokra, akkor azok szépen betöltődnének. Tehát kb. Csak a Twitch, a YouTube meg egy-két oldal van megnyitva. Tehát csak az van betöltve így a memóriába. A 16 giga RAM-on van, szóval, hogy... Nézzé, ez az, ami ilyen átlag így 2021-ben. A Nioh-val már játszottam egyébként, úgyhogy azt most így nem fogom bemutatni az ingyenes epikes játékok keretein belül. Nem játszottam végig, de végig fogom majd játszani, mert hogy terve annak a szózoknak a végigjátszásai, de nem most. Úgyhogy ezt most így nem mutatom meg. Ja. Nioh-t egyébként is mindenki vágja, hogy milyen. Ezt a Shelterd-ot pedig kevésbé. A nehézség az marad normál, esőre való esély az marad úgy jón, igen, resource-ok moderáltan, törések, frekvenciája, milyen törések lehetnek itt? Jó, Fog of War, jó, szerintem így nagyon jók leszünk. Na hát úgy néz ki, hogy a család customizáció alapból 2 felnőttet ad, és 2 gyermeket, róluk kell gondoskodni. Hiányoltad a Harry Potter játékot? Hát az valószínűleg jövőre csúszik, legalábbis bejelentésügyileg, Marci. Ezt a játékot lehet nyomni telefonon is? Ó. Mettől lesz a Bloodhound, nem tudom, délután, ennyit tudok, délután. Nem tudom, hogy ezt Life is Strange meddig nyomjuk, az a helyzet, hogy ez a mai nap nagyon képlékeny, így ma reggel találtam ki, pont stream indítás előtt, hogy mi az, amit kéne nyomni, azon kívül, hogy az epikes játszit most megnézzük. Elizabeth! Ha tovább megyek, akkor vissza tudok menni? Nézd meg, már 2021-es a játék. Child és Child 2. Jeffrey és Robert, illetve Virginia és Elizabeth.
Szóval, hogy... Jaj. Tetszik a karakter? Az helyzet azért 2021-es, mert mindkettő női kinézetű. Ha? Na hát ő legyen egy férfi kinézetű Elizabeth. Lehetne rólatok elnevezni a karaktereket? Lehetne. Amúgy alapvetően lehetne. Mi a különbség? Szerintem ő gyerkőc. Ő is gyerkőc, ő meg már felnőtt. Nem tudom. Nem tudom. Most mi az, hogy mik ezek a sapkák? Igazából csak nemet váltunk, ahogy látom, de változik valamire a külső is. Mindegy, lesz egy nőnk, egy Elizabeth nevünk. Aki mégse Elizabeth lesz, hanem Gizi. És lehet állítani a felsőjének a színét. Gizi nagyon szereti a piros színt, ami narancssárga. Tökéletes. Nagyon... Ilyen szélfújás van a háttérben, tehát hogy itt nincs semmi muzsikája, úgymond, de játszanak, hogy van. Hát valami van. Bőrszín, na még ezt is be lehet állítani. Na, Gizi tipikusan az a karakter, aki nem megy ki a szobájából, tehát olyan, mint én. Na, ez tetszik, ez nekem tetszik. Haja színe? Jó lesz, fekete. Teste típusa? Ja nem, ez nem a teste típusa, hanem hogy milyen ruci legyen rajta. Aha. Opa. Aha. Így. Ez nagyon tetszik. És ő legyen... nem tudom. Mély alvó? Nem tudom. Gizi keveset eszik, ez jó. Higiénikus. Nagyon jó. Micsoda a tréteket lehet itt beállítani. A Child 2 lazának tűnik? Már lehet, hogy nem lesz laza. Itt vannak a statjai, ezeket is lehet állítani. Van ilyen, hogy balhés. Legyen balhés? Gizi legyen balhés? Vagy legyen sportosabb inkább? Vagy okos? Logikus. Hát nem tudom. Legyen Gizi ilyen problémás. Itt egyébként le van írva, hogy melyik trait az így mit tud pontosan. Van lusta. Aha, értem. De aki keveset eszik, az folyamatosan éhes lesz, akkor ez lehet, hogy mégse jó. Aki meg mélyen alszik, az meg a fáradtsága sokkal lassabban töltődik. A proaktív az mit tud? Gyorsabban mozog. Hát nem tudom. Ja, hogy lassabban... Micsoda? Igen, tehát a mély alvónak... Igen. Sokkal lassabban nő. Nem tudom. Ez jó nekem? Vagy félreértettem? Direkt nincs beállítva a game. Nagyon jó észrevétel. Direkt nem volt beállítva, de most már direkt van beállítva. Jó, hát nekem ez a proaktív tetszik, hogy így gyorsan tud mozogni. Másik pedig, hát 2021-es családot csinálunk, egy két meleg szülő fogja túléletni itt a gyerekeit, és akkor ebben nem lehet majd belekötni. Tehát Gizi és Jucus fogja felnevelni őket. Igen, majdnem Viridiana egyébként. Na, és a bőrszín az pont az ellentétje lesz, és akkor így nem lehet majd belekötni a dolgba, hogy na de miért így? Aha. Így. Aha. Így. Nekem amúgy ez így tetszik. Szakadt nadrágba. És ő legyen okos.
Nagyon okos. Tökéletes. Üdv mindenkinek egyébként, skacok. Aha. Az első kettő atak, az atak to kill-be garantált ütés. Jó van, akkor legyen ő az okos, aki egyébként proaktív. A Gizi pedig legyen kurázsival rendelkező. Na. Jó, és akkor ők fogják felnevelni. Hát, nem tudom. Ezeken sose gondoltam. Bélát. Nem. Nem az fog ütni, akinek kettes az ereje. Béla, aki egyébként nő. Nem lesz nő. Legyen Béla a nő. Legyen szerintem az amúgy így vicces. Béla a kis csaj. Béla próbáldó... Bélának egyébként nagy kedvence Gizi. Azért próbál úgy öltözködni, ahogy az anyukája. Na, mit szóltak ez? Neki is fekete a haja. Ő se szeret nagyon kimenni a védett helyéről. Nálunk tilos a nem váltás, itt nincsen nem váltás. Az a helyzet, hogy ő nem váltott nemet, ő egy női testben született Béla. Jó, fekete hajjal, és hát nem is tudom. Na, ez tetszik. Ez olyan csajos. Nem tudom. Ez a rucia amúgy jó rajta. Nincs rövidebb, na drág mondjuk, hát érthető. Ő is, nem tudom. Lehet itt valamit állítani? Boxos, legyen valami boxolós? Gyors, legyen ilyen gyors. Resourceful, az mit csinál? Nagyobb eséllyel állít helyre cuccokat, amikor szétszed objektumokat. Ez amúgy tetszik. Csak Béla nem annyira gender semleges név. Honnan tudod? 2021-ben már annyi név van, hogy biztos van egy olyan női név, amit lehet Bélának becézni. Igen, ő valójában Anna Bella, csak Bélának becézik a barátai. Amúgy igen. Így van. Jaj, bocsánat, közben lemaradtam itt a dolgokkal. Hajnász, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immáron 27. hónapja. Bellatrix, igen. Vagy Anna Bella, így van. Lehet itt válogatni. Mindent meg lehet magyarázni, így van. Szóval srácok, pergessétek Hajnásznak a szvegeket, szia-szia. Illetve Peregének, Jazzgiernek is a szvegek, neki mélyétek a csetet, srácok. Pergessétek Hajnásznak és Jazzgiernek. Na, itt van Robert. Na, Robert, ő férfi, de nem Robert lesz, hanem Lajos. Végre Lajos is bekerült. Lajosnak minden fekete lesz, ő szeret szolizni, de nem ennyire. Liannak köszi szépen a 100-as csírt. Csú-csú! Minden fekete lesz, mert ő... Hát az a helyzet, hogy emós. Emós. Lajos emós, mert... na ő... Hát... kopasz emós. Van olyan, hogy kopasz emós? Szerintem ez az emós haj. Tök jó, hogy van benne emós haj. Köszi szépen, Liana. Illetve köszi szépen, hogy belöktel itt a hájfonatot. Neki tudom azt mondani? Aha. Aha, bulli, ilyen kekeckedő, és ilyen kurázsival rendelkező emberke lesz, Lajos. Na hát ott a család. Megvan a család. A család neve...
Fú, még macskánk is lehet. Egyre keményebb ez a játék. Mi legyen a család neve? Modern. Ez nagyon tetszik. Az állat neve... Kalács. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen. Kopaszemósról még nem hallottatok? Our modest fellowship expands. Hát, még jó, hogy nem egyébként kópaszt láttam. Mármint, hogy Lajos. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásaitokat, skacok. Spraise. Köszi szépen az ötös feliratkozás ajándékozást itt a csatornán. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Köszi szépen, hogy Grizzly és Kicsi John második hónapját lehetővé tetted, illetve The Akiboy, Koster és Durantó első hónapját. És Willy, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a 117. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Miklósnak a 20. hónapját megvalósítottad. Regjenek, srácok, azok a bizonyos szvegek, ne kimélyétek a csatát. Na, szóval a modern család kalácskával, de lehet hal is például. Wow, és a halak is tudnak ilyen speckó dolgokat. Stresszt redukál a hal. Illetve ki kell takarítani 7 naponta. Meg kell letetni naponta. De lehet kígyót is tartani például. És a kígyó meg tud minket harapni. De lehet lovunk is. Wow, hát ez nagyon jó. Ez nagyon menő. Lehet kutyusunk is. Az ember legjobb barátja a kutya. Wow, őt is naponta kell etetni. A macskát minden másnap, ez tetszik. A macska megöli a patkányokat. Mindegyik patkányt, amit megölt a macska, be lehet rakni a fagyasztóba. És ad egy kis stressz redukálást is mindenkinek. Wow! Köszi szépen, srácok, közben a támogatásaitokat. Na, a Family Presetet elmentettük, és akarunk tutoriált. Hogy ne akarnánk tutoriált? Na hát, vége is a félórás karakterkreálásnak. Nem, a macska csökkenti a stresszt, a fagyasztott patkány meg gondolom élelmet biztosít. Szia, Zakika, szevasztok, skacok. Aha, tehát lehet a nyilakkal is menni, meg az egérrel is, illetve lehet nagyítani is. Kizoomolni, meg bezoomolni a kontrollal. Meg a görgővel is lehet egyébként. Jucus modern. És Gizi modern. Na tessék. Azt mondja, hogy highlightolt nekünk valamit a játék. Nyomjuk rá jobb klikkel, hogy interaktáljunk. Üzemanyagot kell tölteni a generátorba. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Wow! Jazzger, köszi szépen a 3-as feliratkozás ajándékozását ismét. Köszi szépen, hogy Topi 5. hónapját, Sinner és Big Head első hónapját lehetővé tetted. Srácok, úgy néz ki, hogy nincs megállás a swag vonaton. Eregjenek, srácok, azok a bizonyos swagek. Megkíméljétek a chatet. Köszi szépen, Jazzgear. Na. Igen, el kell osztani a munkát, ki mit csináljon. Ki kell választani, hogy Jucus mit csináljon. Jucus fixálja a generátort. Igen. Ott volt egy ikon, hogy... ja nem, ez az ikon jelzi azt, hogy valamit meg kell javítani.
Amúgy tök jó a grafikája, nem gondoltam volna. Úgy highlightolódik, tehát úgy jelölünk ki valakit, hogy... Our modest fellowship expands. Praise the sub. Hogy ilyen fekete-fehér bekijelölődik. Wow. Tök jó. Nincs megállás. Praise the sub. Százas sírér már ki is dobtak. Lianna, nem becsülnek meg téged a vonaton. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, a támogatásaitokat ismételten. Sprace, köszi szépen a hármas feliratkozás ajándékozást, ahogy látom már a harmadik szintet is teljesítettétek közben. Köszi szépen, hogy Zoknix, NFAU és Andis Zoli első napját lehetővé tetted. Köszi szépen, Sprace, és köszi szépen, Lianna, neked is a feliratkozás ajándékozást, méghozzá a 8-at a csatornán. Köszi szépen, hogy Sajtkukac ezredes első napját lehetővé tetted. Köszi szépen! Az te vagy ott, Lianna? Milyen morcosan vagy ott, hogyha az te vagy? Nézzük fel! Igen, morcos. Nagyon morcos. King Sains, hát szia! Szevasz! Srácok, pergessétek a King Sainsnek a szövegeket. 50. hónapját ünnepli most itt a csatornán. Wow! Tessék megszvegelni a csetet. Rákliklek valakire, akkor... Aha, azt hittem. Mutatja, hogy hogy ő például szomjas és innia kéne. Tehát, hogyha oda klikkelek és megnyom neki, hogy igyál vizet, akkor inni fog vizet? Mert kilökött a kallár, és vissza kellett mászni, még jó, hogy morc. Ja, hát úgy érthető, Lianna. Regének, srácok, a szövegek, mind King Sainsnek, Liannának, Sprayznek és az új és visszatérő vadászoknak egyaránt. Az a célunk, hogy túléljünk, ameddig csak lehet. Lovacska is küldi a kis emóksziait. Köszi szépen, Lovacska, neked is. Köszi szépen, Lovacska, neked is a támogatásodat. A 100-as bitet. You have returned. Egyszerűen nincs megállás. Egyszerűen nincs megállás itt a pergetést, illetően Dr. Berec, kösz szépen az 5. hónapodat, és kösz szépen, hogy támogattad a csatornát. Szia, Babzav! Most van időm nézni a munkahelyemen, már a második tűzriadó van. Reméljük, hogy csak próba. Na. Értem. Hazmat szújt. Aha. Lehet hozzájuk rendelni, hogy mi az, amit csináljanak. Két munkát tudnak egyszerre csinálni. Javítani, megszerelni dolgokat, gyártani, enni, inni, fürödni, aludni. C-vel lehet cancelölni az éppen futó munkájukat. Uh-huh. Na és ez a job tab, ami X-el nincs ilyen job tabom látszólag. Hogy kimászott ott. Oxigénszűrő. Van itt ilyen, hogy oxigénszűrő. Azt mondta nekünk itt a tutoriál, hogy kéne csinálni workbench-et. Ne viccelj, Krisztán. Ezért van. Várjatok, nem igazán értem, hogy... Hogy gondolja a játék azt, hogy csináljunk workbench-et? Ott van. Azt kéne megcsinálni? Ja, látom.
Aha. A workbench-el lehet mozgatni a shelteren belül a cuccokat, hogy mi hol legyen. Bár ahogy látom, nem mindent lehet mozgatni. Van napló, rádió. És ott lehet etetni majd kalácskát, be nem látom, hogy kalácska. Ja, ott van lent kalácska. Kalácska rendben van. Kalácska elbújt. Lehet gyorsítani egyébként az időt, valószínűleg egyébként most nem is csinálom jól, mert hogy ilyenkor, amikor nem csinálok semmit, akkor ilyenkor le kéne állítani az idő múlását. Márha persze lehet ilyet. Hogy ne lehetne? Le is lehet állítani szerintem. Nem, csak iszonyatos módon lelassítani. Nem próba riadó van nálatok? Az mondjuk nem jó. A new subscriber arrives. Ha? It fills you with determination. Kezdenek szomjasak lenni az emberek. Maguktól amúgy nem tudnak inni. JPP Alcatraz, köszi szépen a támogatásodat. Üdvünk máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Jó reggelt, lovaska. Ennyi szvege nem illegális? Nem illegális. Jézusom, milyen bogarat kaptatok. Én szerencsére nem ilyen bogarat kaptam. Én ilyen csivabát, vagy mi ez? Jedi, köszi szépen a támogatásodat. A második feliratkozás ajándékozásodat a csatornán. Köszi szépen, hogy Runner ajándékát továbbadtad Cappy Icefruitnak, akinek ezzel a negyedik hónapját tetted lehetővé. Srácok, heregjenek azok a bizonyos szvegek. Csak nyomjátok. Na, szóval ő ott éppen javítja a víz szűrőt. Páran éhesek. Azt mondja, hogy erre nagyon oda kell figyelni, mert könnyen meghalhatnak benne az emberkéink. Az jó, és akkor mit tegyünk? Mi van itt a storage-ben? A kis dobozba tesszük a cuccokat. Van cső, rugó, gázmaszk, van gázmaszkunk is. Aha. Van szappanunk. Duct tape, az fontos. Ahogy látom, egyébként mindenki jól érzi magát. De ja, kajálni azt csak kéne majd. Igen, fáradtak is az emberkénk, de hol tudnak aludni? Hol tudunk aludni? Te tudsz valamit csinálni? Craftolhatunk valami itemet? Ez a piros paca, ami mozog a képen, az micsoda? Nem tudom, mert a kék pacáról beszélnek az emberek. Lehet új rendszereket építeni, illetve fejleszteni a jelenlegieket. És akkor még hatékonyabb lesz a bázisunk. Találhatunk kint cuccokat, amikkel lehet ezeket az új rendszereket legyártani. Na jó, mi az, amit lehet? First aid kitet is tudunk, például csapdát is tudunk. Na, új szoba. Tudunk csinálni új szobát. Vannak tier 2-es, tier 3-as, tier 4-es cuccok. Például bulletproof vest. Wow! Napelem. Na, menjetek már. Nem tudom, az a piros. Lehet, hogy színhibás a monitor, Lianna. Vagy a mobil. Rifle sentry trap. Azt a CCTV-s kamerák is vannak. Hackelős terminál. Ott van a nagy fagyasztó is például. Na, tier 1-esként akkor tudunk csinálni. Az is lehet, hogy szintévesztő. Dedikál Mao. Az is lehet. Alvó zsák. Na most már tudjuk, hogy hol tudnak majd arra aludni a karaktereink. Egy lassítást tegyünk csak be. Tehát hálózsák. Ajaj. Valakinek még fürödnie is kell. Azt tudunk hol fürödni?
nem igazán látom, hogy tudnánk bárhol is fürödni. Viszont tudom azt mondani nekik, hogy csináljunk szobát. Mondjuk ott. Mondjuk ezt ki fogja ásni a kisrác? Eltűnt. Eltűnt. Na jó, hát akkor te is csinálj már valami plusz szobát ide. Nem tudunk, mert nincs cementünk. De cementet tudunk csinálni. Mi lehet ez a limestone? Miért jó az, hogy látom, hogy hova nézel a monitoron? Hát... lehet belőle okulni. Mész. Á, mészkő. Hát akkor csinálunk cementet, csinálunk új szobát. Szevasz, Fleti. Üdv mindenkinek, srácok. Tudunk egyszerre kettő itemet craftolni? Mindenki dolgozik, most ennek nagyon örülök. Még Béla is. Bella. Bella Béla. A természet hívja őket. Lehet valahol... kakkantani is? Kell WC, azt mondják. Néha megeshet, hogy baleset történik. Jól van. És akkor jönnek a patkányok is például. Ajaj! Ha véletlen valaki elejt egy kakát itt a bázison, úgyhogy nincs WC, akkor lehet, hogy betámadnak a patkányok. Ki lehet kapcsolni, srácok, azt, hogy lássátok, hogy hova nézek. Szóval, hogyha valakit idegesít, nyugodtan nyomjátok ki. Persze, a patkány jó. Handyman, craftoltunk, már is kaptam egy achievementet. Várjunk, csak lassítsuk le az időt. Na, azért lassítsuk le az időt. Mert szeretnék még cementet csinálni. Homokot majd gyűjtünk valahogy. Az ez, ajaj, esik az eső, az nem tudom jó-e nekünk. Gizi fáradt, neki kéne egy hálózsák. Te légy szíves, csinálj meg egy hálózsákot. Nylon, aha. És szóval teltem? Látszólag sehol nem le... oda. Macskának mi baja van? Éhes? Kalács rendben van. Jól van. Fullos a víz szűrőnk. Jó, te is csinálj már egy ilyet, egy hálózsákot. Ó, expedícióra lehet küldeni az embereket. Jó, hát ezt a hálózsákot nem tudom sehova se lerakni. De mindjárt megcsinálják itt nekünk ezt a szobát, és akkor mehet az expedíció. Aj, menjetek már innen. Légy szíves, gyere fel. Te pedig csinálj már nekem egy hálózsákot, tudjanak az emberek pihenni. Kell WC is. Nézzük csak. Azt mondja, WC. Van valami WC? Sírt már tudunk csinálni. A kislány már lerakta a hálózsákját, de kettő vagy három kéne. Szerintem. Ez a felmosó? Ez a felmosó lesz. Ez a mob. Igen, igen. Egy vödör és egy felmosó. Van létra is. Itt lehetne fürödni. És valami WC-szerűség. Van erre egy külön kamera, ami csak ezt figyeli? Van egy ilyen szemkövető, egy eye tracker. A leírásban meg tudod nézni, milyen eszközök vannak. Van egy szemkövető, ami nézi infravörös látásmód, hogy mozog a pupillám, meg a szemem. Mit kéne csinálni?
Mit kéne csinálni, hogy tudjanak kakantani az embereink? Hát fürödt. Na! Vödörbe kakantanak. Na, hát végre. Oda, légy szíves. Lehet nagyítani? Nem lehet. Kraftolás közben nem lehet nagyítani. Én azt szeretném, hogy te, Béla, kraftolj már nekem egy vödört, amiben belekakantotok. Nem tudom, sehol nem engedi. Oda, ott nagyon jó. Ő még éhes is. Jó, amúgy hol akarsz kajálni? Generátor, igen. Amúgy innen tudsz kajálni. Ő fáradt, úgyhogy menjen aludni. Ő el akar menni WC-re, ha menjél. Kis Csajcinak is el kell menni a WC-re. De ő még szomjas is. Mert hallod, ne ott legyél már. Így el. Szerintem elaludt a WC-n. Az helyzet, hogy Lajos elaludt a WC-n. Jó. Neki is WC-re kell mennie. Ő még fáradt is, úgyhogy aludjon. Mondjuk ő dolgozott. Várjál, menjél inni. Meghal azért, hogy WC-re mehessen. Húha. Az a helyzet, hogy tele van a WC? Most nem tudom, ő most hova mossa ki? Ide mossa ki a földre? Hát nem lesz szimpatikus ez a játék, de eszembe jutott róla a Zoni. Ki mosta? Béla ki mosta? Hát oké. Okay. Kéne még egy hálózsák. Ott egy szarvas. Egy mutáns szarvas. Jó. Amúgy kéne adni a macskának kaját. Jó, és mindketten nagyon fáradtak a jaj, ne legyetek stresszesek, légy szíves. Csinálj, légy szíves, fürdőt. Úgy ott, oda. Ahogy nyomja Karácska, azt nézzétek. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Milyen kis peckesen megy Karácska. Jól van, az helyzet, hogy Lajos elfáradt közben. Az helyzet, nincs hol hely aludni. Hazmatsuitba nyomja az alvást. És ki akar fürödni, a Csajci, ugye? Szappannal, ne viccelj, szappannal fürödni, az nem fog szappannal fürödni, az drága dolog. Most így mi történik? Nem akar elbújni? A Csajci. Jó, hát te még tudsz itt kraftolni. Mi az, amit lehetne? Létrát kraftolatok. Aha, kell még egy szoba. Kell még egy szoba mondjuk oda. Mi ez a földön? Hát lehet, hogy oda kakált valaki, szerintem. Szerintem oda kakált valaki. Mi? Micsoda, lehet automatizálni, hogy elvégezzék a szükségleteiket az emberek, hogyha nyomok nekik egy hát? Valami ilyesmi. Na, Béla, légy szíves. Béla, az ott micsoda? Húha. Így kell megjavítani a... a sávert. Érdekes. Érdekes. Neked is fürödni kell. Hát ez is nagyon érdekes. Menjél el küldetésre, légy szíves. Össze kell rakni partit. Húha. Igazából éhes és fürödnie kéne. Jó, akkor először egyen. Ketten lehet menni. Na várjatok. Nem. Ilyet most nem akarunk. Először kajálni kéne. Egyél, légy szíves. Aztán így áll. Te menjél aludni.
Nem tudom, mi az ott a földön, nem lehet egyszerűen kijelölni. Húha, valaki ételmérgezést kapott, ez nem jó. És a Chelsea körül, Jutus körül már mozognak itt a... Mozognak itt a bogarak. Az helyzet, ki is le... Mit csinálsz? Hogy is van? A sráccal kéne menni, meg Gizivel, ugye? Ők igen, velük kéne menni. És még fürödni is akar. Jó, használj szappant, ha már ide hánytál. Te menj el kakkantani. Oda mossák ki. Tehát, hogy elvégzi a dolgát a vödörbe, de hogy aztán, amikor kimossák, akkor meg oda mossák ki a földre. Vagy én nem tudom. Érdekes minden esetre. A kis srác... hát egyen. És lehet, hogy fáradt... Jaj, Jucus, minden oké. Okay. Én úgy azt veszem észre, hogy Jucus nem éppen legjobb formájában. Adok neki ilyen automatizált dolgot. Jó, menjél küldetése, csak vegyél fel ilyen rucit. Mit szólsz, Lajos? Kezd elfajulni? Hát igen. Csúnyán kapjuk itt az elején. Aha, Jucusnak van ételmérgezése. Igen, és Gizivel szeretnék menni. Gizi és Lajos, ugye? Így van. Gizi és Lajos. Jó. Meg kell tervezni az utat. Vízbe fog kerülni az expedíció. Minél hosszabb az expedíció, annál több víz. Jó. Jaj. Uha, vissza. Jó. 6 víz. Itt van templom, meg van farm. Na, és ez 6 víz. Jóló. Megjolózzuk. Ki kell választani a felszerelést, amit magunkkal akarunk vinni, hogy elcseréljük, vagy hogy fölvegyük. Akár fegyver, akár más. És mindenféleképpen kell gázmaszk. Mindenféleképpen kell gázmaszk. Itt Gizinek adom. Hoppá, ezt nem így akartam. Hát, nem tudom, hogy lehet a másik karakterre átmenni vajon. Vagy most Gizi loadoutját választom ki. Lehet vinni fát, az helyzet, hogy nagyon nincs másunk. Vihetek egy vödröt is. De nem látom egyelőre értelmét. Legalábbis a játék nem mondta, hogy mi az, amit érdemes lenne vinni. Azon kívül, hogy sok vízbe fog kerülni. Aha, tehát most Lajos és Gizi. Jó, vedd fel. Igazából viszünk gázmaszkot, az cső. Lehet. Ú, de jól néznek ki. Ahogy látom a hazmat, a szújt, az nem kell nekik. Csak a gázmaszk. Milyen rendes egyébként, Gizi megvárja, hogy Lajos kimenjen. El is mentek. Ha minden igaz, akkor egyébként a felfedezést is én irányítom. Tehát, hogy... Nem? Nem én irányítom? Aha, frekvencia szkennelés. Lehet egyébként olyat csinálni, de... Lehet egyébként olyat csinálni, legalábbis én látom arra lehetőséget így a játék gameplay-ébe, hogy én vezetem
az expedíció, de akkor úgy néz ki, hogy ez nem az. Szia Szekler, szia Astromi, szevasztok srácok. Valaki kapcsolatba akar velünk lépni a rádión keresztül. Jó? Na, hát gyere, Jócos. Az helyzet, hogy ő automatikusan oda is ment, vagy én nyomta meg? Be van nyomva az a kis robot, úgyhogy lehet, hogy magától csinálja. Teki, nagyon-nagyon szépen köszön a támogatás alatt, mert a 5. hónapja üdv újra étköztünk. Srácok, felegjenek azok a bizonyos szegek Tekinek. Köszi szépen az 5 hónap töretlen támogatásodat, és köszi, hogy a Prime alatt te is rám használtad el. Szia, Ian, jóval fogsz majd játszani? Igen. Szevasz, Hefex. A Slay the Spire az nem volt szimpatikus a kártyássága miatt, de ki akarom majd próbálni. Van patkányunk, ahogy látom. És majd tölteni kell a generátorba. Mert hogy lemerült. És nincs áram, az oxigén szűrőz, tehát meg is halhatunk lassan. Karácska meg alszik a patkány mellett, tehát ez elég szomorú. Srácok, pergessétek azokat a bizonyos szvegeket. Mutassátok meg Tekinek, hogy mi az a szveg spam. Ó, visszajött Gizi és Lajos. Pont jó. Mert legalább azt lehet mondani Lajosnak, hogy menjél már aludni. Már a harmadik napja nem alszik. Ez most nem tudom mi volt. Haló? De hogy így nem azt mondtam, hogy oda menj, hanem hogy oda. Béla. Oksa. Aha. Lajos, menjél aludni, légy szíves. Igen, menjél csak vissza. Az majd szújter. Ajaj. Nem szabad kimenni. Nem szabad kimenni hazmat szújt nélkül. De akkor ők meg hogy tudtak kimenni arra fele? Hogy tudtak kimenni arra fele gázmaszkba? Az a helyzet, még alig kezdtünk el játszani ezzel a játékkal, de mindjárt a kaja is elfogyott. Nem nézel ki jól, Jucus. Mit szólsz ahhoz, hogyha elküldenek? Valahogy meg kéne gyógyítani egyébként Gizit. El kéne menned neked, Jucus, valahova. Mert éppen nem csinál semmit. Aha, tehát aki ételmérgezés alatt van, azt nem lehet elküldeni. Jó, hát akkor mindegy. De nincs semmi... De van anti-rad cuccunk. És az ételmérgezés meg tudjuk oldani, szerintetek? Bandázsa szerintem nem, de azért hátha. Hátha segít Jucuson. Neki nyomunk egy hát, ő csinál itt valamit? Nincs piánk. Igen, ez szomorú. Se piánk nincs, se kajánk nincs, és legalább oxigén az, ami így van. Na. Te szomjas vagy, az nagyon jó. Én is szomjas lennék. Aha, lehetne menni kocsival is. RV. Nagy tároló kapacitása van, csak az a helyzet, hogy szerintem nincsenek meg a részei. Így van, meg kell találni a részeit ennek a járgánynak, és akkor utána lehet majd használni.
Akkor menjünk el küldire. Menjünk el küldire. Na hát, tehát Gizi fog elmenni Bélával. Gizi, koszos. És elmegy Béla is. Aha, kaját találhattak volna a Churchnél. Nincs vízünk se elmenni. Hogy lesz vízünk? Az a helyzet, hogy nem esik az eső. Ha esne az eső, lenne vízünk. Vagy lehet, hogy több víztározó kellene. Az a helyzet, hogy úgy érzem, srácok, hogy már is megrippeltünk. Tehát, hogy mit lehetne csinálni? Unatkoznak az emberek. Valaki jött, hogy csereberéljünk. Na gyere, válaszoljunk. Aha. Lehet recruitolni. Aztán hűségesek lesznek hozzánk éppen, vagy sem. Öt nap után lehet csak kiküldeni az új emberkénket. Expedícióra. De hát ugye őt is el kell tartani, Janet-et. Úgyhogy Janet, ne haragudj, de nem kell lesz. Sőt, azt mondom, hogy nem tudom, még valamit tudunk. Van öt kannánk, és az a helyzet, hogy el kell menni expedícióra. El tudunk menni? Nem tudunk elmenni, mert nincs vízünk. Fú, az a helyzet, hogy hát ezt újra kell kezdenünk, srácok. Hogy lehet egyáltalán kilépni? Adni kéne még egy esélyt, vagy még többet a játéknak. De ez most így halott. Survival. És akkor kettes slotjon újra kezdjük. Igen. Igen, Gizi, Jucus, Béla, Lajos. Modern kalács. Yes, no. Nem kell tutoriál. Na, tehát egy kicsit lassabban teljen az idő. Na, tehát Béla, szevasz Krisi, Béla csináljon nekünk egy szobát. Aztán induljatok el szépen cementet csinálni. Most nem tudunk cementet csinálni, mert nincs homokunk. És mészkő sincs. Hát ez elég szomorú. Semmi gond, tudunk csinálni ettől még remélem WC-t, tudunk csinálni WC-t, szuper. Ott lesz a WC. Aztán szervusz, Pelle George. Aztán zuhanyzót is csinálunk. Na ott van, 15 vízünk van, és 10 kajánk. És jó, tunátkozik, úgyhogy vegye fel a szújtot. A naplóval még meg kell nézni, hogy mi az, amit lehetne csinálni. Jajjaj, ez nem az a gomba, amit én kerestem. Léci, szerelj! Egy kicsit lassabb. Nem lehet megállítani az időt. Workbench-et lehet upgrade-elni. 20 egységnyi vizet tud eltárolni. Tudunk nagyobbat csinálni? Tier 2-es... Aha, ez már 2-es workbench kell. Akkor egy kis víztározó kellene nekünk. Ha lehet, persze. Mert az nagyon nagy gond volt. Megyünk egy kicsit gyorsabban. Remélem egyébként így jól látszódik a játék, skacok. Ott van a kukánk. Jó. Jucus megcsinálta. Kéne egy hálózsák.
Tudunk csinálni hálózsákot. Kettőt is, csak hát most már nem ide, mert azt elszúrtam egy picit. Semmi gond. Valamit azért csak lehet még csinálni. Felmosó, na csinálunk akkor ilyen felmosót. A naplóval is van valami, úgyhogy majd oda is elküldjük Jucust. Szerintem ő az, aki leggyorsabban elkészül. Jó. Nem tudom, ott a naplónál mit lehet csinálni. Ó, vannak ilyen questek. Meg leírták, hogy milyen az első napjuk. Uha. Még valamit? Patkány csapdát is lehetne. Csináljunk. Tegyünk le ide egy patkány csapdát. Még ugyan nincsenek patkányaink, de ki tudja. Ezzel lehet, hogy pont most kéne elmenni küldetésre így az elején. Aha, lehetne üzemanyagot csinálni az incinerátorral. Jó, hogyha visszaér Gizi, akkor elmegyünk küldire. Tudunk még egy szobát csinálni esetleg? Nem, mert nincsen cementünk, és nincsen hozzá semmi. Az oxigénszűrőt is majd meg kéne javítani. Menjen addig takarítani. Hogy mondta karácsadat? Tehát akkor miau? Na. Tehát Gizi megy Lajossal. Gizi megy Lajossal. És kaptunk most egy másik térképet. 7 vizet tudunk, iskola, aha. Ha már elmentünk valahova, akkor ott el tudjuk mondani róla, hogy milyen cuccok lehetnek ott. Menjünk el az iskolába először. Ez 5 vízbe fog kerülni. És ilyen waypointokat is meg lehet adni, egyelőre csak az iskolába menjünk el. És adunk nekik gázmaszkot. Gizi így jól van. Lajos is jól van. Persze, menjetek csak. Jaj, nem jó. Hát itt Jucus éppen afkol. És Jucust is le kéne valahogy foglalni. Jucus, menjen, vegye fel a ruhát, és szerelje meg az oxigénfiltert. A vízszűrő már megvan. Jó. Ott a hatch. Jó. Oké, és akkor Béla csinálhatna nekünk egy hálózsákot. Ahogy látom, a srácok most csak egyetlen egy hálózsák lesz. Vagy tudjuk neki mondani, hogy csináljon majd még egyet ide? Hát sajnos az már nem fér el, úgyhogy most csak egy hálózsákunk lesz. Az rossz gomb volt, hát nem is oda akartam küldeni Jucust, hanem oda. Hello, this is Gizi. Találtunk egy iskolát, igen. Csekkoljuk le? Persze, csekkoljátok le. Te addig menjél pihenni. Bélának úgyis pihenésre van szüksége. Nagyon jó, Jucus megjavít. És fürödnie kéne, legalábbis ezt mondja.
Amúgy így oké, hogy ma délig kéne megkaptam az EH linkjét, de kajak délig fogják küldeni és véletlenül se előtte. Nem tudom, Krisi. Úgy ez izgalmas, hogyha délelőtt egy 10-20 perccel kapod meg. Nem? Nem úgy az izgi, Krisi? Gyorsítsunk. Jaj. Hát közben akció van. Bár nem Jucusnak akartam oda, hogy akció van, hanem én akarom felvenni. Lajos, a bázisnak találtunk valamit az iskolánál. Érdekel? Hogy nem? Na ez amúgy tetszik. Így lehet lootolgatni. Ez izginek tűnik. Na mi az, amit el tudnánk rakni? Van radír, van lencse, fa, hozzatok el amúgy mindent. Scrap. Ezt újra lehet majd hasonlítani, törött rádió, kötél. Cement, az nagyon jól jött, és a limestone is. Bőr, duct tape, hinge. Hát ez ilyen, nem tudom most így hirtelen a nevét, de ti biztosságjátok. Zsanér, igen. Jól van. Hát az a helyzet, hogy mindent hozzunk el, amit csak lehet a suliból. Persze, minden. Ez a suli rédelés jobban megy, mint az előbb. Na van, senki se unatkozik, látszol? A kalácska teljes, hogy kalácska rendben van, úgyhogy gyorsítsunk egy kicsit a játszín. Ajaj! Hazajöttek és fáradtak, illetve esik. Az eső az nagyon jó, mert töltődik, srácok. A tank úgymond. Szuper. Most már bekerült a... Vagy mikor került majd le a loot? Jó. Gizi. Jaj, nem azt akartam, hogy Gizivel spanoljál, hanem... Nem tudom, mi csinál? Ne spanolj Gizivel. Aha, perceptionjük nőtt. Lehet nem őket kellett volna elküldeni. Mindent pakoljunk ki. Hát nem tudunk mindent kipakolni? Kéne csinálni. Ja, itt volt egy take-all-gomb. Kéne csinálni egy ládát. Persze mindent transferálni akarunk. Perception stat az... Aha. Ez így fejlődik majd. Jó. Csináljunk akkor, nem upgrade-elni akarunk, hanem csinálni akarunk egy tartóbigyulát. Meg fürödni is kéne. Hol lehetne eltárolni a cuccokat? Bed roll. Ó. Az expedícióra, hogyha visznek magunkkal ilyen bedrollt, akkor a statjaik 25%-kal lassabban csökkennek. Meg zacskót is vihetnek magukkal, és akkor kettővel nagyobb lesz az inventory. Hiding spotot is lehet csinálni. Elrejteni a fontos cuccokat. Tier 2-re fel kéne mennünk, hogy... Toybox... Satchel... Hol lehetne eltárolni a dolgainkat? Hát, egy szobát csinálunk, mert kell. Nagyon fáradt a kis Lajosunk. Szarusz Endgip. Bandage-et is tudunk. Lehet
lehet csapdát is csinálni behatolók ellen. Azt látom, hogy a workbench-ünket kéne upgrade-elni. És ahol fény van, ott gyorsabban tudunk javítani. Meg gondolom kevésbé fogy ki az üzemanyag a generátorból. Ott van small crate. Hogy lehet olyat csinálni? Festék. Itt van small crate. Kettes workbench kell. Na nézzük, mi kell a kettes workbenchhez. Radír, switch, duct tape, wood, lens. Oké, és hát ez nem lesz egyszerű. Az helyzet vele nem tudok semmit se kezdeni Lajossal. Mert nem tud hova elmenni pihenni. De mondjuk szerelje meg azt az ajtót. Mindkét ajtót meg tudjuk javítatni, viszont Jucus nagyon éhes, úgyhogy őt elküldjük kajálni. Aztán meg majd pihenni is el kéne küldeni. És 48 vizet tudtunk elrakni, úgyhogy nagyon jó ötlet volt ez a vízgyűjtő építés. Nem tudom, esetleg tudunk még egyet szerintetek? Még lehet. Szávasz Matyi, szia Csokis, szia Captain Storm, üdv mindenkinek srácok. Itt minden szuper, Matyi, köszi a kérdést, éppen megpróbálunk túlélni. A túlélő, a sokadik túlélő szimulátor. Úgy néz ki, hogy tele vagyunk vízzel. Tele vagyunk vízzel. Hopp, hopp, hopp. És elmúlt az eső. Fáradt a karakterünk, de azzal sajnos nem tudunk mit csinálni. Valami javítás esetleg? Valamit tudunk javítani? Meg tudjuk javítani a generátort. Valamit még kellene javítani? Lehetne felmosni. A macskának kéne kaját adni, szóval... Nem azt akartam, hogy oda sétálj, hanem azt, hogy majd tölts kaját a macskának. Jó. Remélem, hogy most nem unatkozik senki. Látszólag nem unatkozik senki. Gyorsítsunk itt egy kicsit. És a csajszi fölkelt és szomjas, úgyhogy igyon vizet. Aztán meg menjen el fürödni. Hát legyen szappannal. Mert ilyen jó fej vagyok. Jajaj. Neki nem tudom mi a baja. De minden esetre csinálj nekem hálózsákokat. Mert Bella vagy Bellatrix. Sok is, de Bélának szólítják a haverjai. Gizi fáradt. Lehet nem neki kéne csinálni akkor ezt az ágyat. Nem baj, igazából mindenki fáradt.
Igen, tehát mindenkinek kihennie kéne. Igen. Következő melód az az legyen, hogy nem tudom, valamit kéne. Mert az a helyzet, hogy igen, Gizi aludhat, meg aludhat Lajos is, de nem aludhat Jucus, sajnos. De Béla tegye rendbe a bázist. Jó, Béla rendbe rakja a bázist. Nem tudom, nem kell kakkantania, úgyhogy Jucus, javítsd az ajtót. Jó. Gizi elmehet aludni. És a Lajos is elmegy aludni. Jaj. Hát igen. Béla feltakarított. Valamit még kéne csinálnia. Valamit még kéne csinálnia, de gőzöm sincs, hogy mit. Nem tudom, nem a zsurnálé. Az helyzet, hogy nagyon más nem tudunk csinálni. Vízszűrő, amúgy megjavíthatná a vízszűrőt. És ha az megvan, akkor nem fölsétál, hanem megszereli a vízszűrőt. Ne legyen gond. Jó, egy kicsit lassabb. Ja, ez rossz gomb volt. Szóval Béla javítja, és akkor utána majd lerakhatja a rucit. Te is utána lerakhatod a rucit. Jó, ők ott aludnak, ők fognak a következő felfedező küldire menni. Látszólag homokvihar van. Aha, megjavítottuk az ajtót. Nem akarom, hogy mozog. Lehetne még itt valamit csinálni? Kajás tája üres. Nyomatunk, mint hogyha a macska oda kakkantott volna. Úgyhogy nyomjunk már egy takarítást. Egyre jobban fogy a kajánk. Jucusnak is pihennie kéne, de nincs hol. Cserébe szomjas, és szeretne elmenni WC-re, úgyhogy hadd menjen. Szerencsére Jucus még jól érzi magát. Oké. Okay. Jajjaj. Kár, hogy nincs ilyen, hogy időleállítás, mert akkor azt nyomogatnám a lassítás helyett. Veled minden frankó, Matyi. Hát nem tudom. Át kéne rendezni? Lehet, át kéne rendezni. Nem fánk, inna a királyság. Jó. Azért rendeztem át, mert akkor hálózsákokat majd a föntre is lehet rakni. Esti műszakban vagy. Ó! Na hát, kitartást majd akkor. Este. Sírokat még nem akarok csinálni, ezért még nem tartunk ott. Csinálunk még ilyen vízgyűjtőt.
Az jó, hogyha van. Jó, kis időlassítás. Jucust elküldjük most már kihízni. És Gizi elmehet fürödni Szappannal. Aztán mehet inni is. Jó. Jó, vécére szerencsére nem kell elmennie. Bélával? Az a helyzet, Bélával nem tudom mit kell csinálni. Végül is megjavíthatja az oxigén szűrőt. Oksa. Oksa. Jaj, az nem ezt akartuk. Nem is azt akartuk. Ha alszik, akkor utána menjen el Lajos inni. Aztán meg majd elmegy WC-re. Most elmehet WC-re. Ki kellett volna mosni utána. Hát akkor nem is tudom. Te menj el, takarítsd ki a WC-t. És akkor majd megyek küldi. A Niót nem fogom streamálni. Használd a WC-t, és kajáljál, légy szíves. Vedd le magadról ezt a rucit. És nem tudom, nyomok neked egy H betűt. Jó. Jó. Na, esik az eső, és most már mehetünk küldizni. El se hiszem. Tehát Gizi, és Lajos. Aha. Itt nagyon sok minden volt. Szerintem a suliba kell elmenni még egyszer. Vagy inkább a farmra? Hát menjünk el a farmra, az egy kicsit távolabb van. Jó, így. Farm, suli, aztán haza. Vihetitek a gázmaszkot. Hopp. Go, go! Menj el pihenni te is. Az a biztos. És akkor nézzük itt a semmit. Jajaj, ez nem az a gomb. Azt mondja, sziasztok, Gizi vagyok, találtunk valamit a... Igen. Nézzük-e meg, hogy ne. Ott a farm, nézzétek át. Azt mondja, vannak cuccaink, amivel lehetne upgrade-elni a rendszert? Hát... Ó. Oh. Ja, látom, tehát... Értem, tehát... Sima workbench-et tudunk csinálni. Jó, én meg azt néztem, hogy level 3-asat hogy lehetne. De már sima workbench-et is tudtunk volna csinálni. Még jó, hogy okoskodott nekünk itt Jucus. Szevasztok, Lajos vagyok. Igen, találtunk pár cuccot a farmon, ami úgy gondoljuk, hogy hasznos lehet. Aha, valami manöken sap, mi az fej? Biztos hasznos. Shotgun ammo. Kaja. Na hát a kaja az nagyon kell. Szén. Hidden item. Ez csak lockpickkel lehet elvinni, tehát akkor lockpick is majd kell. Na azért most már jobbak vagyunk. Most már tapasztaltabbak vagyunk, srácok. Kéne nyomni majd Jucussal egy takarítást utána. Megvan az upgrade.
A vízgyűjtőnk max kapacitáson van, az rohadt jó. Lehet amúgy kéne csinálni még egyet. Ja, meg ahogy látom, a generátorba is kéne tölteni, úgyhogy inkább arra nyomok rá. Aja, ez nem az a gomba, amit akartam, Béla, ne haragudj. Úgy néz ki, hogy a sulinál is van jó lút. Hát Béla végzi magától a dolgát, ez csodálatos. Öröm látni. A WC tisztítás miatt nagyon nő a koszosság. Ezzel meg vagy, akkor adjál meg haját. A Lajos a bázisnak, igen. Belefutottak valakibe. Na! Na! Akció! Hey, várjunk csak egy kicsit, neki kardja van, ez nem jó. Click to select. Ja, hogy ki kéne választani a targetet. Ez a helyzet, hogy... Értem. Charles, egyetemen Charles, más nem lehet kiválasztani. Mit akar? Nagyon furán áll itt, és muzsika. Tehát, hogy fura muzsika van. Cserélni lehetne vele dolgokat? Aha. Azt mondja, hogy idióták vagyunk, akik csak el akarják venni, amit csak lehet. Értem. Hát akkor az helyzet, hogy nem nagyon volt itt semmiféle trade, mert hogy amúgy nem nagyon tudtunk trade-elni. De nem volt miből trade-elni. Jajjaj, állj le. Én ezt a gombot akartam. Ja, nézzétek meg, hogy mi van a sulinál, és akkor hozzátok el. Még egy fej. Limestone. Ez a sizel, ez jó lenne. Vizet nem hozunk. Az van egy csomó. Scrap pile is amúgy tök érdekes lenne. Hát nem tudom. Metal, kaja, víz. Szén. A shotgun ammo szerintem nagyon nagy érték. A lencse helyett hozunk inkább szöget. Cerus Dynamite. Szia Zoli. Szevasztok, skacok. Takarítás, nyomja már, légy szíves. Azt mondja, hogy megint lehetne valamit upgrade-elni. De igazából craftolni is tudnék már. Több kaját tudunk eltárolni. Négyel több cuccunk lehet, hogyha csinálunk ilyen satchel-t, bár nincsen nylonunk. Gyerekeknek jó stressz csökkentő a toybox. Jó WC-nk lehetne, jó bágy is lehetne. Az amúgy nagyon jó lenne. Tudunk egy ilyen ágyat letenni ide esetleg? Tudunk, úgy néz ki. Béla lecraftolja nekünk. Na, tök szuper ad papa, szevasz. Vízszűrő, oxigénszűrő. Mindkettőt meg kéne javítani. Itt arra fele keresd a gombot, sajtkukacek, ezredes egyébként. Arra fele lehet. A vízszűrő mit lehetne fejleszteni?
Aha. Tudná fertőtleníteni a vizet például. Tartósabb lenne, hatékonyabb lenne, több vizet engedne át például. Hát szerintem szűrje. Nyomunk rá egy upgrade-et a vízszűrőre. Az oxigén szűrőre mit lehetne nyomni? Jobban nyomná be az oxigén például. 6 embert is tudunk eltartani, úgymond. Jobban bírja. Jobban ellenáll a homokviharnak. Á, értem, szóval, amikor homokvihar van, akkor gond lehet az oxigénnál például. Hmm. Jó. Egyelőre én azt mondom, hogy így jó. Na, a dead ahead-et azt nem vágom. Jó, egy kicsit gyorsítunk itt a dolgokon. Áááá, hát közben megértettem, skacok, hát azért nem tudok odaépíteni, mert hogy ez itt az ajtó, ez itt az átjáró, a shelter ajtó. Ó, értem, és ezen mit lehet upgrade-elni? Jó, védelem. Több idő, hogy élesítsük a csapdákat, illetve elrejtsük a családtagokat. Ezért is kellene például hiding spot. Ú, értem. És hogy lesz kajánk? 6 kajánk van, az nem elég semmire. Hogyan lehetne kaját szerezni? Szerintetek hogyan lehetne kaját szerezni, srácok? Hiszen expedícióra megyünk, vagy jobban el kéne küldeni, akár egyedül is el kéne küldeni expedícióra az embereket. Jön vissza egyébként Lajos meg Gizi. De, tehát hogy ők meg hazmacuit. Ja, mert hogy itt a felszínen járkálnak, ők meg oda kimennek. Á, értem. Érdekes. Nem baj, most már lesz 3 ágyikunk. Most már lesz 3 ágyikunk. Szia, Gorgod. Na. Mindenki egyébként jól van. Mehetne amúgy a következő expedíció. Ja, még nem fejezték be. A perceptionünk felment 3-ra, és el lehetne tenni a cuccost. Ja, elraktunk mindent. Annyi, hogy Gizi éhes. Egyé. Na, nem, igen, egyen. Aztán van egy Lajosunk, akivel lehetne talán craftolni. Small crate-et. Ez 20 slotos. 20 slotjos, oda tesszük. Servus, Oli-chan. Jaj, ne akarj vele spanolni folyamatosan. Majd látom, Béla javít, és valaki jön ide hozzánk. Rich, nem? De valami Rich nevezetű ide jön hozzánk. Mit akar ez a Rich szerintetek? Janus. Szia Naxora, de epikes ingyenes játszi. Emellett adják még most egyébként a Neo Complete Edition-t is. Nagyon durva. A Neo Complete Edition egyébként ezzel debütálta az Epic Store-ban. Ezzel az ingyenességével. Jaj, igen. Tehát ő kaját. Tudunk-e valamit építeni? Valami tier 2-es cuccot, tier 2-es motyót. Valami tűzhely. Aha. Pesték is lehetne. Toybox, hát nem tudom, amúgy nem stresszelnek alapvetően annyira az embereim. Aha, kell még zsanér meg kötél a 3-as workbenchhez.
Nem tudom. Valami javítást kéne nyomni akkor, ha tippelnem kéne. Vagy nyom egy takarítást. Van patkánycsapdánk. Uses 4, nem tudom, most 4 patkányt elfogott? Elfogott. Nio, nekem talán egy kicsit komolyabb játék. Nem biztos, hogy pléktelen vagy erre végzek vele a héten. Hát, hogyha nagyon profi vagy akkor, nagyon profi szózas, akkor végezhetsz. Nem kizárt egyébként. Nem is tudom, hogy mit mondtak rá, hogy ez milyen hosszú. Megpuskázom a Howling to Beaten. Nioh. Nioh-ra azt mondják, hogy 45 óra. Hát igen, hogyha, figyelj, hogyha nem alszol. Nem alszol. Sima. De ha mindent meg akarsz csinálni a játékban, 143 óra. Hát csak egy időgép kell neked is. Úgyhogy, hát igen. Complete Editionben lehet pakolni az órákat rendesen. Most ő takarít? Nem, még nyomja a takarítást, soha, mert valaki oda piszkított a generátorhoz. Akkor nem a generátorhoz, akkor... Jajjaj, ez egy rossz gomb volt. Jucus, oké. Okay. Gizi és... Lajos elmehetne. Félbe tudod hagyni ezt a munkát? Félbe tudja hagyni látszólag. Oké. Okay. Akkor fejezd már be, Béla. És akkor ti el tudtok menni misszióra. Gizi és... Lajos. Kicsit koszos, kicsit fáradt, de el tudnak menni misszióra. Na, hát akkor úgy menjünk el, hogy elmentek a farmba. Az ott nem tudom micsoda, lockbox, aha. Igazából a suli az tetszik. Hát, igen. Ez 25 víz, de szerintem megérős. Sőt. Újra. Mert egy maszkkal megyünk el mindenhova. Tehát, hogy... akkor már elmegyünk több helyre. Akkor úgy megyünk el, hogy kisház, mondom kisház, kérdőjel, suli, és kisfarm, kérdőjellel. Na ez így tetszik. Mondjuk ez se így jó, mert ez se jó így. Így esetleg. Na és ha megtervezem az útvonalat, akkor sokkal kevesebb vizet használunk el. Oké, még így lehet zoomolgatni. Azt nem akartam. Kevés lesz a slot, de majd mérlegelünk, hogy mi az, amit megtartsunk. You have returned. Hopp, ez nem az a gomb volt, amit én kerestem. Veldorf, bam, bam! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatását, már a 34. hónapja. Üdv újra itt köztünk, srácok, beregjenek azok a bizonyos szövegek Veldorfnak. Szia, vadafak! A Far Cry is ingyenes, így van, illetve a Surviving Mars, vagy Survivor Mars, vagy mit tudom, mi a neve. Ilyen stratégiai játék, az is elvileg ingyenes, ingyen begyűjthető most a Steamen, vagy ingyen volt begyűjthető, nem tudom. Na go! Egy kicsit gyorsítunk. Ötödik nap. Egyre kevesebb kajánk van, és Jucus iszonyatosan fáradt. Az Epiken is ingyenes volt? De most a Steamen az ingyen begyűjthető. Azóta is teló nyomva a cookie clickert, ez a te hibád. Na, hát... sorry, Sackler, sorry. Pergessétek Veldorfnak a szvegeket. Mizus Veldorf, hocsmint. Craft item.
Ilyen satchelt kéne. Csak nincsen nylonunk és nincsen bőrünk. Ez szomorú. És amúgy kajánk sincs nagyon. Állatokat lehetne elfogni ezzel a csapdával. Ilyen kéne ezek szerint? Valószínűleg ilyen kéne, hogy állatokat fogjunk el. Na, kis sajszi, Béla. Légy szíves. Csináljunk ilyen csapdát ide. Nézzük már meg azt a patkány izét, csapdát. Az csak dekonstruktálni lehet. Ó, basszus, jobbul est, Veldorf. Ez nem az a gomb. Persze, nézzétek át a kis házikót. De ott, Jucus, menjél el róla gyorsan pihenni. Ruciba. Szia, Aquila. Vízszűrőn is lenne mit javítani, úgyhogy... ha lejön Béla, vissza is küldjük. Ha ez nem az a gomb volt. Béla, menj már oda kijavítani. Meg ha ott vagy, akkor már az oxigén szűrőt is javíts meg. DVD, szappan, fasz, rugó. A rugó hely előtt azt akartam mondani, hogy spring. Szóval, hogyha valaki félreértette volna a dolgokat, springet akartam mondani. Neked hol lehet játékot ajánlani? Itt vagy Discordon? Ahol szeretnél. Redditen szokták a srácok. De ahol kényelmes neked. Nem is te lennél, Krisi. Nem is te lennél. Jajjaj! Macskának kéne kaját adni. Nézzük csak. Jól van, miau, rendben van. Jó, aztán mehet Bélával egy kis takarítás. Nem kell takarítani? Hát ez szuper, ez jó hír. Bélával akkor levesszük a rucit. Igen, látom, hogy rohadt kevés kajánk van, de nem tudom, mit kell csinálni. Ötletem sincs, hogy mit kell csinálni. Ötletem sincs. Igen, lehetne sírokat csinálni, csak felesleges, mert még nem halt meg senki. Igen, ilyen hiding spot is amúgy tök király lenne. Volt-e valami kimagasló a héten? Na nehogy volt! Nézd meg, what the fuck, klippelget. Volt-e valami kimagasló a héten? Aha, volt. Sikerült egyébként besorolódni Siege-be, Platinumba, úgyhogy annak én például tökre örülök. Meg rájönni arra, hogy a Humankind-ba még több órát kéne fetszölni, hogyha szeretnék valóban eljutni. És úgy, hogy nem noob nehézségem. Chernobylite-tal is nagyon szépen haladtunk, hogyha nem kapok e-mailt, hogy lehetne nyomni a Life is Strange-t, akkor lehet, hogy a Chernobylite-ot fejezzük be a héten. De hát így alakult, hogy ma három új játékot csekkolunk. Az a helyzet, hogy mutogathatnak nekem új videókat, újabbnál újabb videókat az Extraction-ről, én már játszani akarom. Én már játszani akarom.
Nekem az Outback mód is nagyon szimpatikus volt. Az Extraction talán onnan fejlődte ki magát a zombi gyilkolással, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen. De a Chernobylite az ami így a héten nagyon tetszett, hogy sokkal jobban tudtam vele haladni, így hogy nem csak egy-egy órát tettem bele reggelente. Azt mondja, hogy elállt az útját valami fura szörnyetek. Nekem ilyenkor kéne nyomni valamit? Attack! Lehet tőle lopni. Üss szét! Lajos! Bám! Bám! Szökik a málna! Gizi, te is csap meg! Nagyon jó, vérzik. Csap szét azt a farkat. Nézd meg, a kisgyerekre rámegy. Nagyon undorító vagy. Oda néz, 8, 11, 6. Nagyon szép, nagyon jól nyomod, Lajos. Easy. Bam, bam. Bam. Jó, mindjárt hal. Counter attack. Meg is halt. Oda néz. Bőr, hús. Nagyon jó. Na hát ennek amúgy nagyon örülök. Állati zsírok. Meg lehet sütni a farkas húsit. Oda néz. Hát milyen a trauma. Na most egy kis trauma érte, de cserébe fejlődött. Jaja, lesz itt kaja. Csak az a gond, hogy mire hazaérnek, addigra mindenki éjjel hal. Azért is inkább elküldtem őket misszióra. Na Jucus, te mit tudsz csinálni? Javíts egy kicsit a generátorom, meg adjál vele egy kis üzemanyagot. Ajaj. Mi történik? Ott a nyuszi, elfogjuk. Na közben... Igen, ott vannak a kis házikónál, biztos van jó loot, nézd át. Hopp, jaj, rossz fele nyomtam az időt. Na, gyűjtsak be a nyuszit. Na, van itt rekord, kaja, üzemanyag, könyv, kiégett laptop. Jó, hát az a helyzet, hogy nem tudom. Rekord, stressz csökkentő a családnak, nem érdekel. Viszont az üzemanyag az kell. A szappan is jó, hogyha van. Hát ilyen manökenleg, hát nem tudom, ez nem érdekel. A törött rádiót is szét kéne szedni. Egy hatalmas kérdőjel is hever a földön. Igen, ez egy lockbox. Ki kéne nyitni, csak nincsen lockpickünk. Jó, szerintem így jók vagyunk. Lehet csinálni szappant az állati zsírból. Akkor nem viszünk szappant, majd csinálunk. Visszük a kiégett laptopot. Jucus, ahogy látom, szomjas, szóval majd miután begyűjtötte a nyulat, megihatja a vizet. Most mi történt? Nincs elég helyünk, hogy elraktározzuk a húsit. De mi az, hogy nincs elég helyünk? Haló? Ostoba vagy? Gyűjts már be! Mi az, hogy nincs hely? Van! 31, 52, tehát van helyünk, akkor mi a gond? Aztán majd elmehet persze fürödni. Hazmatsuitba megy el fürödni vajon? Na mit mond? Nincsen elég helyünk, hogy eltároljuk a húsit, vagy
Hát akkor, mert hogy nincsen fagyasztónk, vagy mi az, ami kéne neki, szerintetek? Könyves polc. Én nem tudom. Mi lehet a gond? Szerintetek miért nem tudjuk eltárolni? Csinálunk akkor ide egy ilyen égetőt mellé. Gőzöm sincs, kacok. Jucus jó lenne kijelölni közben. Becsaklar a ruhát. Hát, nem tudom. Én nem tudom, srácok. Mindenesetre menjen el fürödni. Szappannal. Az a helyzet, nem tudom, hogy mi az, amit kéne csinálni. Ha van ötletetek, hogy mit lehetne csinálni, Nem rimworld-eztem még. Kéne ilyen fűzős dísz. Csak nincs helyünk. Úgyhogy akkor mindegy. Hozzák haza a kaját, de nem tudjuk majd hova eltenni. Ja, nézzétek át az iskolát. Special a craftnál micsoda? Hát azt még nem tudjuk. Tier 2 meg Tier 1-es cuccot tudunk craftolni jelenleg. Helyünk meg van. Nem tudom, akkor mondjam azt neki, hogy egyél nyers húsit. Valószínűleg azért nem tudjuk, mert... nem tudom. Nincs főzőlapom. Nincs főzőlapom. Gondolom én. Ha ezt arrébb rakjuk oda, akkor tudunk csinálni főző cuccost. Jó. Jucus. Na kell majd kaja. És rendbe rakhatná itt az ágyakat. Az nem a rendbe rakás. X. Jó. Scrap pile, víz meg lencse. Hát azok ott is maradnak. Az iskolába. Javítsál, Béla. Ne javítsál. Menj ki, légy szíves. Igen, csak most már be tudjuk egy gyűjteni. Nézzük csak. Campfire. Aha, meg hűtő. Nincsen még campfire-ünk, úgyhogy azt akkor megnézzük. Most tudom, hogy egyáltalán lehetne ilyen campfire-t. Tűzoltó, cucc, kamuflázs, prospector's kit. Aha, itt van, freezer. Tudunk csinálni végül is. Ha lenne helyünk, de nincs helyünk. Az a legrosszabb, hogy nincs helyünk. Tönkre tehetném én az égetőt, de nem tudom, az mennyire lenne jó ötlet. Akkor maradj javítani fönt. Tessék javítani még. Aztán lehet, hogy el kéne menni aludni.
Nyers méz. Van másfajta méz? Van hagyma is. Hmm. Hát nem tudom. Valami csak ki kéne dobnunk. A törött tévét kidobjuk a mézért cserébe. Valószínűleg jó lehet a méz egyébként nyersen is. Bár azt írják, hogy antibiotikumnak jó. Ahogy egyébként a fokhagyma is. Ne, aludjál igazából. Mit csinálhatnék még veled? Te adj kaját a macskának, meg nyom egy takarítást. Aztán mehet majd a zuhanyzás. Jó, mehet a zuhanyzás. Oké, kutakodás, takarítás, fürdés. Még mindig lustálkodik. Szerencsére lehet mondani neki, hogy aha, automatikusan megkaját. Ó, fölteszi a kaját. Fölteszi a kaját egyébként. Na, ez amúgy nagyon jó. Kevés kajánk van, és azt a kevés kaját is fölteszi inkább megmelegíteni. Uha. Uha. Uha, cement meg limestone, az amúgy nagyon kellene. Úgyhogy a springet azt kirakjuk. Uh-huh. Egy kis leather, duct tape, sotilőszer, víz, a víz az nem érdekel. Jók vagyunk így. Hogy lehet bővíteni a szobákat? Ide jövünk, hogy craft item és shelter room. És a shelter roomhoz kell cement, meg wood, meg ahogy látom most már metal is kell. Igen, azt mondja a Chelsea, hogy nagyon kevés a kajánk. Hát kettő kajánk van konkrétan. Ujjjjj. Ó, ki ne menjél nekem, Béla. Béla elmehetne amúgy aludni. Többiekkel nem tudom mi újság van. Nem, nem. A nyers húsit nem tudjuk kivenni. Mert nincs fagyasztónk. Hát ez szívás. Ez szívás. Azt mondjuk nekik, hogy hát, csináljátok a dolgokat. Altok. Kajának fürödnek, nagyon jó. Tudunk craftolni egy újabb szobát, ami kell, ami nagyon kell. Fagyasztónak például. Mindenki alszik. Jó, és akkor Béla csinál nekünk fagyasztót. Tudunk fagyasztót csinálni vajon? Tudunk. És azt néztem, srácok, hogy nem csak fagyasztót fogunk csinálni, hanem itt van egy szatyor, és ez kettő inventory slotot ad nekünk. És az kelleni fog így a küldetésekhez.
Illetve tűzoltó készüléket is jó lenne csinálni. Ehet egyébként. Hát amúgy ez olyan, mint hogy egy Tesco szatyor lenne, igen. Punch bag. Legyen ilyen tűzoltó készülékünk is, ki tudja. Ki tudja, mikor kellhet. Jézusnak majd el kell menni WC-re. Jó, hát igazából menjen el WC-re. Meg javítsa meg, már meg a fürdőt. Ezek itt mit csinálnak? Tönkretették a kukánkat? Rongáltak, ahogy látom. Jó, egyébként megvan a... Jaj, ez rossz gombat. Újjúj. Tehát, hogy ajánlunk. Megsütötte. És ki kéne menni azért... Ki kéne menni azért a kis kajáért. Nagyon gyorsan vett fel a ruhát és hoz be. Lett egy húsink, tökéletes. És hogyha ezzel megvagyunk, meg Gizi megjavította a fürdőt, akkor mehetünk küldire megint. Portyázni. Vagy, nem tudom, csináljunk olyan szatyrot. Az a helyzet, hogy kell. Ez már el is készült. Na, most mehetünk. Lajos, vedd le azt a ruhát. Jó, és akkor mehet a küldi. Gizi és Lajos. Aha. Ott van méz, meg ilyen növények. De biztos egyébként érdemes lenne őket akár egyedül is elküldeni. De... Hogyha találkozunk farkassal, akkor egyedül a gyerkőcök meghalnak. Szerintem. Na, mondjuk egy ilyenre elmehetnének. Az helyzet, hogy ez lesz az utolsó misszió. Úgyhogy... ha csak nem csinálunk gázmaszkot. Na. Equip. Hol a szatyor? Nem tudom, hogy hol a szatyor, pedig csináltunk. Vagy nem csináltuk meg végül? Ja nem, most csinálja éppen. Na most már megvan, úgyhogy most már mehetünk. Tehát Gizi és Lajos. Gizi és Lajos mennek erre. Equip. És equip. Jó. Azt kell megnéznünk, hogy lehet-e még
Kell kötél. Kell kötél, hogy tudjunk csinálni még csapdát. A kukában van húsink. Ó, a kukába került, srácok, az a húsi, amit nem tudtunk átvenni. Jó, a Csajszit elküldjük aludni. És jutussal megjavítunk. Kalácska, mi bajod van? Éhezik. Szegény Kalácska, hát adunk neked kaját. Hogy mondta, hallottátok? Má! Nyugi, má! Kalács, ennyire nem vészes a szitu. Igen, azt mondja, szerintem a macska éhes, szerintem is. Cement, nagyon jó motor, homok, de jó, de jó. Ez azt hittem, hogy kecske. Jó. Jucus, kéne még javítanod dolgokat. Ja, meg kint is az oxigénfiltert, meg a vízszűrőt is meg kéne javítani. Jó, vegyél majd fel ruhát. Ó, az nagyon jó. Vettél fel ruhát, azt ott javíts meg meg azt is, és be lehet hozni majd a nyuszit. Bár, mivel te már fölébredtél, hozz már be, légy szíves, a nyuszit. Keressétek át. Nézzétek át a helyet. Kettő húsi. Na hát, mégse fogunk meghalni. Ez csodás. Béla leadja a nyusz a ruháját. Közben szóltak nekünk, hogy itt vannak azok, amiket elhagytam. Legutóbbi portja alatt. Nem tudom, te tudsz itt valamit csinálni? Ha a WC-t kimoshatnád. Érdemes lenne csapda, csak nincsen kötél. Szia, Adria második. Ha-hú, ha-hú. Ha lenne valaki, akivel itt lehetne egyezkedni. Azt mondja, szeretne ilyen csapatmunkát. Elizabeth. Elizabeth-et nem engedtük ide, de úgy néz ki, hogy jön velünk haza. Ilyen kis béna. Elizabeth, te nagyon kis béna vagy. Bővült a party. Mit szóltak? Elizabeth nyomott egy TGF-et. Jó. Mi az, amit lehetne csinálni? Ez a mély búgó hang, ez nálam van a játékba, Gabev, igen, igen. Igen. Spike trap, kötél. Hát, nem tudom, nem állunk úgy, hogy ilyen extra dolgokat csináljunk. Felmosás esetleg. Nyomunk egy felmosást, ott van egy kakadarab. Ja, azt nem akartam, hogy oda kimenj. Na, hazajött Elizabeth. Maszk meg minden nélkül. Szia, Szedó! Boldog pénteket oda is. Nektek is, srácok. Na. Jaj, beteltünk. Screwdriver, nail, motor, valve, bucket, hinge.
Hú, mennyi menőséges szucnál. A vizet az biztos nem visszük haza. Abban van egy csomó. Playerünk is van, ezt a manöken legget se visszük. A hinge az kell. Szappan, petrol can, de jó, hogy ennyi van belőle. Visszük a screwdrivert. Megnöveli a javítás, illetve gyártós sebességet. Rekordot se viszünk most, hanem hozzuk a szögeket. Manöken arm, az se kell, hozzuk inkább a valvot helyette. És akkor így jók vagyunk. Kéne még szatyor egyébként. Te ott éppen mit csinálsz? Fürcsit nyomsz? Vagy javítod a fürcsit? Nagyon fogy a víz, nem jó. Nagyon fogy a víz. Valamelyik őtök igazán elmehetne pihenni. Te menj oda, te pedig... oda, légy szíves. Ja. Rossz gomba nyomtam volna, haló? Ő megy aludni, te meg akkor menj, te is menjél aludni, nagyon jó. Jajjaj, ájjajjajjaj. Tizedik napnál járunk egyébként, skacok. Tudunk itt valamit? Tire, aha, tire. Jó, hát nem. Gázmaszk. Fa. Plasztika. A plasztika az nagyon jó. Fuse. Kaját vigyünk haza, az a helyzet, hogy kéne a kaja. Gázmaszkot is viszünk haza, van a bulb. Ez elég jó ez a hely. Ide vissza kéne jönni. Üres kannát akkor... Hát helyette viszünk cementet. Nem tudunk, az a helyzet, nem tudunk több mindent elrakni. Plasztika pedig kéne. De akkor mi az, amit ne hozzunk? Homokot? Nem hozunk homokot, és akkor hozunk helyette plasztikát. Jucus, ő a Jucus, mert elmegy fürödni. Mi? Tönkrement a csapdánk, vagy eltűnt a csapdánk? Nem is figyeltem, hogy mi történt a csapdával. Eddig bírta volna? A méz meg a törött tévénk. Hát ez most itt marad. Nincs áram. Az mondjuk nagy gond. És a macska dühös, úgyhogy... Csinálunk neki ezért. Kaját. Cső, switch. Homok, rugó. Uha, itt elég jó cuccok vannak. A radír is amúgy jó lenne. Ez a small farm, ez most jól adja, csak az a gond, hogy legtöbb cuccot megint nem tudom elrakni. Ja, lehet, hogy csak három alkalommal lehet használni. Eltűnt, sajnos. Jaj, ne, ne, vissza, nehogy kimegy nekem. Ide gyere, légy szíves. Mert ha kimegy úgy, hogy nem veszi fel a házmetszóitot,
akkor megbetegszik egy kicsit. Nagyon jó. Mindent átveszünk. 120 XP. Na hát, ők itt csinálni fogják maguktól a dolgokat. És akkor nézzük, hogy tudunk-e valami hasznos dolgot craftolni. Tudunk csinálni még egy ilyen zsákot. És Elizabeth-tel lehetne csinálni, hát kéne csinálni gázmaszkot plastikából, de nincsen, úgyhogy hát akkor az egyet, hogy gázmaszk nélkül kell menni. Kellene menni. Tudunk upgrade-elni a workbench-en? Nagyon nem tudunk. Hú. Na, srácok, én azt mondom, hogy legyen egyelőre ennyi ebből a játsziból. Jó kis kolónia menedzsmentes dologról van szó, túlélésért kell küzdeni. Nekem megmondom őszintén, tetszik. Így az első benyomásaim alapján tetszetős ez a játék. Sok mindenre kell odafigyelni, bár nem tűnik egyébként iszonyatosan komplexnek a játék, csak mivel nem magyaráz el, legalábbis a legtöbb ilyen játék nem magyaráz el, hogy hogyan jutunk el A-ból B-be, ezért a saját károdon kell megtapasztalni, hogy mit, merre, hány méter. De abszolút nem mondanám rossznak. Egy egyszerű kolónia szimulátor játék. Szerintem teljesen rendben van. 10. napig jutottunk, és már 5-en vagyunk. Sikerült még egy embert összeszedni, és nem haltunk éhen. Bár elfogyott a gázmaszkunk, úgyhogy majd erre is kell valami. Legalábbis erre is kell valami megoldást találni. Kellene. Érdemes lenne. Úgyhogy én abszolút meg vagyok ezzel elégedve, srácok. Közben jön egy közepes homokvihar. Mondom, ez jobban tönkre teszi itt a szűrőket. Úgyhogy remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, már csak annyira is, hogy esetleg begyűjtsétek ezt epiken. Ha nagyon epik ellenesek vagytok, akkor csak mondom, hogy Humble-ön most elérhető a Team 17-eseknek a bundle-je, amiben benne van ez a játék Steam-es kóddal, mert hogy most azért van ez az akció a Humble-ön. Nagyjából 17 euróért be tudjátok gyűjteni a nagyobb játékaikat, mert hogy 30 éves a Team 17. Overcooked-juk is van, My Time-et, Porsche-juk is van, régebbi Overcooked-juk, Escapist-juk is van. Ebből a bundle-ből amúgy vettem 2-t, úgyhogy majd lesz sorsolás is, úgyhogy érdemes figyelnetek, mert kisorsolok majd ezt-azt. DLC-kkel, kiegekkel együtt. Ja, a másik játék, amit jövő hét csütörtökig be tudtok gyűjteni, az pedig a Neo Complete Edition-je, ami ezzel debütált az Epic Store-ba. 16-a délután 5 óráig tudjátok begyűjteni. Az egy írtó jó játék, de abban én most nem fogok belenézni. Néztem többször is a Neo-t, még a megjelenése előtt. És terve van, hogy végig is játszam. Úgyhogy abból kifolyólag nem kukkantjuk meg, hogy milyen PC-n. Úgyhogy ennyi, skacok. Ennyit erre a hétre az epikes ingyenes játszikról.